A pálinka főzés adómentességére volt már példa a közelmúltban, 2015-től azonban járulékköteles volt minden ilyen bejegyzett tevékenység. A jelenlegi szabályozás szerint bérben háztartásonként 86 liter 56 fokos pálinka főzhető le, 1 liter pálinka után pedig a termelőnek 835 forint adót kell még fizetnie. Amennyiben 86 liternél nagyobb mennyiségre tartani igényt valaki, akkor literenként 1670 forint jövedéki adóval kell kalkulálnia, amelyhez hozzájön a munkadíj. Többek között ezt törlik el az országgyűlés által elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően. Bár az adószabályozás részletei még nem jelentek meg a magyar közlönyben, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke híradónak elmondta, a változtatásoktól pozitív fordulatot várnak a piacon. A kereskedelmi főzdék nagy többsége az bérfőzést is végez, és abban reménykedik, hogy sokan visszatalálnak a bérfőzdékbe azok közül, akik a magánfőzés álcája alatt tulajdonképpen a magánfőzés mögé bújva illegálisan bérfőzdét üzemeltettek nagyon sokan, és sok főzet hozzájuk pártolt át, ugye anyagi megfontolásból, mert ők sokkal kevesebbért főzték ezeket a termékeket, mert semmilyen adót nem fizettek utána. A kereskedelmi főzdék közül azok, akik bérfőzést is csinálnak, azok abban reménykednek, hogy visszatalálnak a régi kuncsaftjaik hozzájuk nagyon sokan. Az ágazat szereplői emellett abban is bíznak, hogy az új szabályozással nem kerülnek majd kereskedelmi forgalomba olyan termékek, amelyek nem kereskedelmi főzdében készültek. Az elnök kifejtette, sok vendéglátóegység élt azzal, hogy első kategóriás főzde nevével ellátott üvegbe magánfőzdében készült, tehát hamis pálatot öntött. Ez gazdaságilag érzékenyen érintette a piacot, ami a koronavírus járvány miatt is nehéz helyzetbe került idén. Főleg azért, mert ugye 2019. januárjától egy népegészségügyi termékadó került a pálinkára, ami a forgalomnak durván az 50%-os visszaesését jelentette. És erre jött ugye tavasszal az első hullám, amikor ugye márciusban bezártak a HoReCa szektorban, és ugye a pálinka főzdések 80-90%-ban inkább a HoReCa szektor felé értékesítenek. Most ez akár úgy, hogy étteremben, akár úgy, hogy rendezvényeken megjelennek. Kisebb százaléka fogy bolti kisker eladásban. És hát ahogy megálltak az éttermek, megálltak ugye az értékesítések is teljes mértékben. Volt olyan kollega, akinek 0%-ra esett vissza a forgalma. A belföldi turizmus nyári fellendülése sem tudta kompenzálni ezt a kiesést, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi főzdék is csupán a balatoni szektorban tudtak jól értékesíteni. A tavaszi hullámban a szakma elérte, hogy a beszállítók különböző kedvezményekben, így például járulékmentességben részesüljenek, a gazdasági fenntarthatósághoz azonban újabb támogató intézkedéseket várnak a kormánytól.